Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Bogár László, közgazdás, publicista. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja. Jó napot kívánok, és szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is. Itt az Ultrahang csatornáján általában külpolitikáról szoktunk beszélgetni, bár most már van az Ultrahang Plus csatornánk, ahol van belpolitika is. Ugyanakkor a mai témáknak azért lesz némi belpolitikai aspektusa, legalábbis a felszínt tekintve, aztán ha mélybe ásunk, akkor meg majd meglátjuk. A Magyar Péter jelenségről szeretném kérdezni azért is, mert vannak, akik ugye nyilván elégedetlenek az országgal, a kormánnyal, és emiatt egy valós indulat miatt kiállnak Magyar Péter mellett. Ugyanakkor lehet olvasni olyan cikkeket, véleményeket is, amelyek arra utalnak, hogy Magyar Péter közéleti szerepvállalása mögött külföldi, elsősorban amerikai érdekcsoportok állhatnak. Most pont egy Magyar Nemzet cikk van előttem. Ebben többek között azt írják, hogy az előző választásokon rendre csődöt mondott baloldali pártok és politikusok után Vargai Judit volt igazságügyi miniszter exférjét szemlélhették ki a globalista körök arra, hogy az elégedetlen ellenzéki szimpatizásokat összefogva háborúpárti irányba tolják Magyarországot. Nyilván egy ilyen mondatra Magyar Péter azt mondaná, hogy ez propaganda. És számomra az a legnagyobb kérdés ebben, hogy mi az egy ilyen történetben, ami az emberek valós elégedetlensége, és mi az, ami már meg egy jól felépített, előre forgatókönyv szerint felépített történet. Szóval ön hogy látja, Magyar Péter feltűnése az egy véletlen, vagy egy forgatókönyv szerint felépített történet? Talán nem fogja meglepni a hallgatókat, hogyha előre bocsátanám azt az előbb, miközben hívott telefonon valójában. Aztán ennyire lelepezhetjük magunkat, hogy ezt említettük is, hogy a beszélgetéseink, a történések, mert ugye amivel találkozunk, az mindig a jelenség. Itt is egy jelenségről, méghozzá egy valóban hihetetlen drámai jelenségről van szó, hatalmas tömegeket, hatalmas indulatokat mozgat meg, tehát látványos. Tehát a látványtechnikai felszín nem, ez egy nagyon-nagyon fontos történés, de egy jelenségről van szó, és mi a beszélgetéseink során, hát legalábbis kísérletet teszünk rá, ez értelemszerűen, aki olvasta, és persze ajánlhatjuk aztán mindenkinek, Thomas Mann József és testvérei című híres művét, ami azzal a nevezetes, már-már közhelyi koptatott, de ettől még mélységesen igaz mondattal kezdődik, hogy mélységes, mély a múltnak kútja, ne mondjuk mindjárt feneketlennek, teszi fel a kérdést Thomas Mann, igen, mélységes, mély a múltnak kútja, tehát minden jelenség, tehát minden a mában lejátszódó jelenség alatt, a mélyebb rétegekben, ott vannak azok a múltbéli történések. Egyébként a hindu nyelvben a történés, a cselekvés neve karma, tehát ezt csak zárójelben teszem hozzá, cselekvések sorozata, amelyek időnként rendkívül látványos jelenségekben mutatkoznak meg, ahol magát a jelenséget sem kell feltétlenül lebecsülni, de amit igazán meg kellene értenünk, az a tektonika, ha már így a földkéreg lemezeit mozgató roppant erők analógiáját használjuk, tehát a társadalmakat mozgató lemeztektonikát kellene elsősorban megérteni ahhoz, hogy a jelenségeket helyesen értékeljük, mert azért azt megtapasztalhattuk néhányszor, tehát a magyar társadalom elmúlt évtizedekbeli történetében is, hogyha a jelenségeket nem a mélyben zajló folyamatok eredményeként értékeljük, hanem maradunk kizárólag a jelenségek szintjén, akkor sajnos többnyire helytelenül ítéljük meg a dolgokat. Ha helytelenül ítélünk, akkor nem tudunk helyesen dönteni, és ha nem tudunk helyesen dönteni, akkor nem tudunk helyesen cselekedni. Mert az, hogy mi történik egy olyan emberi közösséggel, amelyik tartósan képtelen a helyes cselekvésre, azt meg aztán nem kell részletezni a mondjuk a magyarság elmúlt 5 évszázadát szemlélve. Tehát egy kicsit hosszúra nyúlt, bocsánat, bevezetés. Mindazok, akik ilyen leegyszerűsített általános iskolás verseket vártak ebben a műsorban, most lehet, hogy csalódniuk kell. Annyit magáról a személyről, hogy azért sem szeretnék vele foglalkozni, mert
ezzel nyilván ő maga is, meg a volt felesége is tisztában vannak, hogy, hogy ez a bulvárosodásnak már olyan szintjére ment le, hogy szóval illetlen dolog volna. Viszont akkor ide egyet hadd kérdezek, hogy nem lehet, hogy az egész világpolitika, világpolitika kommunikációja lement erre a szintre? Hát jó, végül is most, igen, most mondhatnánk olyan dolgokat, hogy mondjuk gondoljunk az volt amerikai, Bill Clinton, hát hogy is mondjam csak, a botrányaira, ott is valójában egy teljesen magán, tehát az intim szférának egy mozzanatából lett világhatalmi, tehát világpolitikai ügy, meg más skandalumok is, tehát persze ez ugye csak nem szeretné ezt előhozni, tehát minden élő lényt, de ha már ez így felszínre jött, hogy a minden élő lényt három nagy hajtóerő hajt, a létfenntartás, hajfenntartás, territóriumért való küzdelem, amit a hétköznapokban a táplálkozás, szex, hatalomként írhatunk le, és akkor innentől már nem kell annyira meglepődnünk, hogy akik a hatalmat gyakorolják, azoknál a korrupció, ugye ez a táplálkozási ága, illetve hát a szexualitásban, tehát az intim kapcsolatokban megjelenő feszültségek, és ha itt nem is természetesen szexbotrányról van szó, de mégiscsak egy házaspár, egy volt házaspár intim ügyeiről. Tehát ez lehet történelem formáló erő bizonyos helyzetekben, tud is azzá válni, hát már csak azért is, mert ha minden élőlényt 100 millió év óta, vagy akár több 100 millió év óta ez a három drive, ugye, hajtóerő mozgat, akkor ez értelemszerűen a, nem akarok nyersen fogalmazni, az ember nevű főemlősnél is a felszínre jön. Tehát nem akarom én ennek a jelentőségét lebecsülni, csak ahhoz, hogy ezt a alapvetően elbúvárosodó konfliktust, ami egyébként fontos hajtóerővé vált Magyar Péter üstökösként való politikai felívelésében, amelyről tényleg csak ennyit, és akkor ezt a magánrészét befejeznem, amit én nagyon efemer jelenségnek tartok. Tehát sok ilyen kísérlet, hát talán ekkora erejű, meg ilyen gyors nem, de azért már volt néhány, én Márki-Zay Péter fellépését is ilyen vagy ide sorolom. Volt is, meg nyilván lesz is ilyen, és emögött az, nyilván az egyéni, ha hihetetlen egyéni ambíciókon túl valóban olyan erők állnak, amely erőkről ezek a személyek, akik, és nem akarom megbántani őket, csak sajnos ezzel mégis ezt teszem, tehát ők csak eszközök. Tehát eszközök, vagy hát ez talán még sértőbb lesz, termékek ebben a valamiben. Szóval termékei valaminek, legyártott termékei valaminek, amiről egyébként az esetek nagy részében szerintem ők, nekik maguknak sincs igazán fogalmuk, bármilyen különös, lehetnek emberek, méghozzá intellektuális értelemben akár nagyon emelkedett emberek is médiumok anélkül, hogy hát hogy tudnának róla, vagy hogy átlátnák, az igazi hatalom azok kezében van, akik anélkül képesek embereket mozgatni, hogy akiket mozgatnak, azoknak fogalma lenne arról, hogy ők mozgatva vannak. Na, viszont hát, akkor ide egy újabbat hát kérdezek, hogy akkor ők hasznos idióták? Ugye így is lehet fogalmazni. Azért nem akarnék ezt a bántó fogalmat használni, mert ez adott esetben mindnyájunkra igaz lehet. Nem mindig. Így 73 évesen, mondjuk az elmúlt 50 felnőtt év, hát mint 50 felnőtt évemet végig gondolva, és abból 12 évet a nagy politikában töltöttem, tehát én magam sem vagyok teljesen biztos abban, hogy én nem voltam, adott esetben akár vagyok most is médiuma valami olyan erőnek, amit nem tudok átlátni. Nem feltétlenül szégyen az, hogyha valaki szellemileg legfeljebb sejti azt, hogy ő miféle erőknek engedelmeskedik. Miközben természetesen úgy gondolja, hogy ő abszolút szabad. Hú, akkor itt most
hirtelen, mert ez megint aktuális téma, Petőfi Sándor is eszembe jutott. Nem véletlen, hogy azért Magyar Péter számos attitűdjében, hát eleve még a fogalomkészletében is azért kihasználja ezt, hogy ő a márciusi ifjakkal, tehát a magyar történelem energiáit, történelmi energiáit szemlélve ő a márciusi ifjakkal azonos. Nos, nekem egy picit külön véleményem van. Igyekszem nagyon óvatosan fogalmazni, mert ez egy nagyon érzékeny felület. Nem biztos, hogy azoknak a bizonyos márciusi ifjaknak tudomásuk volt arról, hogy valójában hát kiknek a termékei, mert hogy ők is termékek voltak, nem is akárhogy. Azért gondoljunk arra, hogy valamikor februárban Párizsból elindítottak egy színes forradalmi hullámot, ami aztán pillanatok alatt Németországot, Ausztriát, ugye 3 nappal előtte, vagy 2 nappal előtte Bécsben, és akkor egyszer csak itt terem Budapesten, szóval tudom, nagyon-nagyon messzire vezetne. Hát bocsánat, itt viszont akkor muszáj megkérdeznem, hogy látta-e Rákai Filip filmjét, és mit gondol róla, mert ugye nyilván ezekből az utalásokból azért akkor azt, ha jól értem, akkor ön is úgy gondolja. Most akkor darásfészekből most már nagyon sajnálom, de hát ugye most már itt vagyunk benne, és sajnos ugye én követtem el a hibát, hogy ezt előhoztam. Nem láttam a filmet, de nem azért, mintha nem érdekelne, tehát hogyha úgy ad, a moziba az az igazság, hogy nem nagyon szoktam járni, nem is tudom, hogy mikor volt az a számomra a mozi valamikor, mit tudom én, a 80-as évek végén megszűnt, az már nekem nem mozi. A filmek sem, meg a mozi, mint intézmény sem, ami azóta történik, de szívesen megnézem, majd ha annak nyilván fogják valamit. Felkerülöm streaming platformra, vagy adni. A vitában nem szeretnék állást foglalni, mert nekem egy egész más dimenzióban van problémám az egész történelem szemléletünkkel. Tehát ahogy mondtam, március 15-e, illetve mindaz, ami utána történt, tisztelet a hősöknek természetesen, de az valójában egy csinált forradalmi hullám része volt. Még egyszer mondom, ez semmit nem von le azoknak a hősöknek az erkölcsi értékéből, akik ezt valóban Magyarország felemelkedése, jóléte, szabadsága érdekében tett erőfeszítésnek hitték, de ami történt, amögött egyáltalán nem ez húzódott meg, hanem nagyon nyersen fogalmazva a globális pénzhatalmi erőknek az a törekvése, amit aztán el is értek, mert a radikális Kossuthi parlament, amikor már ugye Debrecenben voltak, valóban eltörölte azt az akkor már 500 éve létező mindent meghatározó legfőbb törvény, hogy a magyar termőföld az a Szent Korona tulajdona, és az soha nem lehet adásvétel tárgya. És egyszerűen a globális pénzhatalmi rendszernek Közép- és Kelet-Európa rendkívül értékes. Hát érdemes megnézni a Kárpáti Zoltán című filmet, ahol ugye a rendező Várkonyi Zoltán be is ül annak a ravasz ügyvédnek a szerepébe. Tényleg ugye mostanában olyan mód van ilyen magyar mozicsatorna, tessék megnézni, tehát már 70-es években is Várkonyi Zoltán nyíltan lelepezi, hogy valójában a globális pénzhatalmi rendszer érdeke volt mindaz, ami a 19. században Magyarországon lezajlott, és ezt bizony a forradalmi hullámmal sikerült elérni. De én inkább befejezném ezt, ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy sajnos a legalapvetőbb történelmi összefüggés, és ez kapcsolódik ahhoz, ami most történik, tehát a legalapvetőbb, a legmeghatározóbb történelmi, a magyarság, történelmét meghatározó eseményeknél is mindmáig hajlamosak vagyunk sajnos a felszínen megragadni, és nem tudjuk, nem akarjuk, nem merjük, tudjuk, merjük, tesszük, volt egy politikai pártnak a szlogenje 90-ben, viszont mi nem tudjuk, nem merjük, nem tesszük azt, amit kéne, hogy a mélyebb rétegeit is megértsük a történetünk. De hát azt ígértük a kedves hallgatóknak, hogy a Magyar Péter jelenség kapcsán is a mélyebb rétegekre próbálunk
lehatolni, úgyhogy akkor megvárom, hogy ebből a szóáradatból akkor... Nem, én egyetlen nem bennem egyébként, hogy ezt így elmondtuk, mert szerintem abszolút érthető, és abszolút fontos mondatok voltak ezek. Szóval egy kicsit akkor oda mennék, hogy mondjuk mi van akkor, ha Magyar Péter tényleg elégedetlen, mi van, ha az emberek része is egy tényleg elégedetlennek, elmennek tüntetni, nagyon sokan nyilván nem oda hívják őket, és nem a zsebükbe dugnak valami dollárt, hogy oda menjenek tüntetni, stb. Stb. De mégis azzal, amit csinálnak, nagyobb érdekeket képviselnek, mert hogyha jól értem, akkor ön is ezre próbál utalni. Akár olyanra is felhasználják őket, amikről ők maguk sem tudnak. Igen, és ez a lényeg. Ez a lényeg, tehát azért rendkívül nehéz feladat helyesen ítélni, a helyes ítéletek alapján helyesen dönteni, és a helyes döntések alapján helyesen cselekedni, legalábbis egy tágabb emberi közösség, mondjuk a magyar nemzet nevű emberi közösség esetében is, mert azért ma már abszolút így van, de tulajdonképpen már azért a 19. század van is, különösen a 19. század második felében, végig a 20. században egyre inkább, a média, most is egy médiumban, egy médiában vagyunk benne, tehát a média határozza meg azt, hogy a szavak feletti, a fogalmak feletti, a világértelmezés feletti uralom határozza meg azt, hogy az emberek mit gondolnak a világról. És hát ennek következtében a kiszolgáltatottság rohamosan növekszik, mert az emberek döntő többsége nincs abban a helyzetben, hogy közvetlen tapasztalatból értse meg, a közvetlenül megszerezhető tapasztalatok segítségével értse meg a világot, hanem a médiára támaszkodik értelemszerűen, a média, és azt gondolja jó hiszeműen, hogy a média valóságot mondja el, pedig a média egy történetet mesél el a valóságról. És hogy ez a történet igaz-e vagy sem, azt az esetek nagy részében nincs lehetőségünk ellenőrizni. Tehát akkor fejest ugorva a mélyebb rétegekbe, én azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk e jelenség, tehát ugye a Magyar Péter és mozgalmában, drámai felévelésében megmutatkozó jelenségek alatti rétegekről, mert érdekes módon több vitában is jeleztem ezt, több írásomban is annak idején, amikor az északi áramlat, most egy kicsit furcsa lesz, mindjárt összekötöm ezeket az egymástól látszólag nagyon távoli dolgokat, mikor az északi áramlat gázvezeték felrobbantódott, akkor maradjunk ennél, mert hiszen az ilyen dolgokról sose szokott kiderülni, hogy ki is robbantotta fel, de bárki is robbantotta fel, ez egy szimbolikus jelzése volt annak, hogy egyszer is mindenkorra vége, szegény gázvezeték nyilván nem tehetett erről, ez egy tárgy elleni erőszak, ahogy azt hiszem a büntetőjog fogalmaz, tehát de ez egy szimbolikus jelzés volt arra, hogy egyszer is mindenkorra vége annak a korszaknak, hát ez legalább 25 év volt, vagy talán ha ugye 90-től mondjuk 22-ig, 23-ig, akkor 30 év, tehát vége annak a korszaknak, aminek a lényege az volt, hogy mondjuk 90-től számítva, a német újraegyesítéstől és a kelet-európai rendszerváltásoktól számítva, hogy a német-orosz kölcsönös előnyökre épülő társadalmi, gazdasági és azért érzően politikai együttműködés az, ami meghatározza ennek a köztes Európának, ahol a rendszerváltások végbe mentek, ennek a köztes Európának a sorsát. És én óriási jelentőséget tulajdonítok annak, hogy ezzel a szimbolikus aktussal, hogy valaki felrobbantotta az északi áramlat gázvezetéket, azt akarta a világ, és elsősorban egész Európa, és ennek a köztes Európa, meg a német, meg az orosz birodalom tudtára adni, hogy ő egyszer is mindenkorra lerombolta ezt a 25-30 évet. Csak hogy itt van egy nagyon kényes mozzanat, mert a rendszerváltások rendszere ezekben az országokban, tehát ebben a köztes Európában, a Baltikumtól a Balkánig, vagy a Adriai tengerig húzódó térségben, a rendszerváltások rendszere az hatalmi értelemben, tehát globális vagy regionális hatalmi értelemben
a német erre a pillérre épült. A német orosz, tehát az akkor úgy nézett ki, hogy korlátlan ideig fennálló német orosz kibékülésnek, kölcsönös előnyökön nyugvó társadalmi gazdasági politikai együttműködésre épült. És hogyha ezt valaki lerombolta, méghozzá brutálisan és ezzel a tárgy elleni erőszakkal szimbolikusan is a tudomására hozta ennek a térségnek, hogy ennek vége, akkor ez számomra azt jelenti, hogy összeomlott a kelet, közép- és kelet-európai, vagy maradjunk ennél a köztes Európa kifejezésnél, egyes történészek ezt látják helyesnek, én is hajlok erre, hogy ezzel tulajdonképpen összeomlott a rendszerváltások rendszere. És hogy ezt történelmi kontextusba helyezzük el, erről már sokan értekeztek, hogy valójában az elmúlt 150 évben, mondjuk a kiegyezés óta, hát már több mint 150 év, lassan 160 év lesz, azóta gyakorlatilag a lényeg nem sokat változott ebben a térségben, és így Magyarországon sem. Látszólag roppant látványos dolgok történtek a lejátszás technikai felszínen. Tehát a látványtechnikai felszínen, hát még szép, hogy 160 év alatt egy világháború, forradalmak, és szóval rendkívül látványos. De ha a lényeget tekintjük, akkor tulajdonképpen, és most csak Magyarországra összpontosítanék, és akkor mindjárt kiderül, hogy a Magyar Péter jelenség tulajdonképpen mi húzódik meg. Sokan értekeztek már erről, hogy tulajdonképpen ennek a 160 évnek négy nagy hőse van, és ma már talán nem fogja meglepni a tisztelt rádió hallgatókat, hogyha ezt a négy nevet egymás mellé teszem. Ferenc József, Horthy Miklós, Kádár János és Orbán Viktor. Mindegyik ugyanis pontosan ugyanarra tett kísérletet, hogy konszolidálja a konszolidálhatatlant, hogy működőképessé tegye, vagy legalábbis a működőképesség látszatát próbálja megteremteni egy olyan helyzetben, ahol eleve történelmileg működésképtelen az egész, tudnélik ez a 160 év, és itt mindjárt tegyük hozzá azt is, hogy a kiegyezés az látszólag az osztrák-magyar uralmi csoportok kiegyezése volt. E formálisan ez igaz is, de hogy mi volt a tárgya, vagy a legmélyebb tartalma az osztrák-magyar uralmi elitek kiegyezésének, az már teljesen félrevezető. Tudjuk, a valóságos tartalma az volt, hogy együtt fognak megtenni mindent annak érdekében, hogy cinikusan és gátlástalanul kiszolgálják az akkor már a térséget teljesen meghatározó globális pénzhatalmi rendszert. Most itt lehetne hivatkozni arra, hogy gyakorlatilag az egész pénzhatalmi rendszer itt már teljes mértékben a Rothschild család kezében volt. Magyarországon sem, az osztrák-magyar monarchián belül egyetlen bank sem, nem is volt értelmezhető a bankalapítás anélkül, hogy az valamilyen módon ne ebbe a gigantikus globális pénzhatalmi hálózatba tagozódjon be. És ez ugye kitántorgott Amerikában másfélmillió emberünk, írja József Attila arról a korszakról, ami látványtechnikailag szintén ugye Budapest mai rendkívül vonzó képe az akkor alakult ki, és sok nagyon fontos és szép és látványos, és főleg látványos dolog épült, szépült akkoriban az országban, többek között a magyar parlament épülete is nyilván akkor jött létre, de hogy emögött a tradicionális magyar paraszti társadalom minden elképzelhetőnél brutálisabb kifosztása, és nem csak anyagi jellegű kifosztása, hanem még ennél is brutálisabb lelki, erkölcsi és szellemi kifosztása zajlott le, ez is igaz, és erről hát értelemszerűen nem szívesen szólunk. Tehát ennek a négy személynek, Ferenc Józsefnek, Horthy Miklósnak, Kádár Jánosnak és Orbán Viktornak abszolút ugyanaz a feladata, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy egy üzemeltethetetlen a kifosztásnak, tehát a globális pénzhatalmi szivattyúk által olyan brutálisan kifosztott térségben, ahol annyit sem hagy vissza, mint amit pedig Mária Terézia megfogalmazott, hogy etetni is kell a birkát ahhoz, hogyha nyírni akarjuk. Annak idején ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kedves globális pénzhatalmi rendszer, mármint a fohásza ennek a térségnek, és tulajdonképpen végül is ez a négy ember ezt a fohászt próbálta volna valamilyen módon érvényesíteni, hogy
kedves globális pénzhatalmi rendszer, nagyon örülünk, hogy itt vagy, nagyon örülünk, hogy kifosztasz minket, ez nagyon megtisztelő, csak arra kérünk, hogy legalább annyi értékhányadot hagyjál vissza, amelynek segítségével a számodra való kényelmes kifoszthatóság állapotába folyamatosan felhozzuk magunkat. Egyébként tegyük hozzá, hogy ezt majdnem teljesítette ez a pénzhatalmi rendszer. Van tudnélik a Groningeni Egyetemen, egy Angus Madison nevű brit professzor alapította ezt az intézetet, amelyik nagyon hosszú távú idősorokkal foglalkozik, és például Magyarországra nézve is egy 150 éves, pont ebben fizetem, egy 150 éves idő soron próbálta ábrázolni azt, hogy ebben az időszakban mikor volt a Magyarországon az egyfőre eső jövedelem, vagy egyfőre eső GDP legközelebb a mindenkori leggazdagabb nyugat-európai országokhoz. És talán nem is fognak annyira meglepődni a tisztelt rádióhallgatók, ha elmondom, felírtam ide magamnak, 1908-ban, tehát Ferenc József, 1938-ban, Horthy Miklós, 1974-ben, ez nagyon kényelmetlenül hangzik, Kádár János, és 2018-ban. Tehát még egyszer, 1908-ban, 1938-ban, 1974-ben és 2018-ban voltunk relatíve a legközelebb, nevezzük felzárkózásnak, ami egyébként sajnos inkább csak mitológia, de akkor megközelítettük körülbelül az 50%-át az akkori leggazdagabb nyugat-európai országok egyfőre jutó gazdagságának. Ezt valahogy úgy kell tekinteni, és közben pedig mindig mélyen alatta voltunk. Tehát, hogy ez a pénzhatalmi rendszer engedi, hogy azért gyarapodjon, tehát bizonyos értelemben talán betartja azt, hogy amit Mária Terézia intelemként megfogalmazott, hogy etetni is kell a birkát, hogyha nyírni akarjuk, de utána jön a kíméletlen kifosztás. És van még egy vészjósló jel, hogy Ferenc József, Horthy és Kádár után is elképesztő bukás jött. Ferenc József és Horthy esetében az első és második világháború, Kádár után pedig, és ez bizonyítható, világháborús pusztítással felérő visszaesés az úgynevezett rendszerváltás rendszerének kezdetén. Kevesen tudják, de akkor most szeretném megosztani a tisztelt rádióhallgatókkal, legszívesen megtalálós kérdésként feltenném, hogy az 1978-as reálbéreket, mert utána hosszú ideig, 16 éven keresztül csökkentek a reálbérek és nem növekedtek, de akkor Tamástól talán megkérdezem, hogy mikor értük el újra az 1978-as szintet? Tehát 78 után folyamatosan csökkentek a reálbérek, ő szerint 2015-ben. Na, hát szó, nem gondoltam. Tényleg akkor? Bocsánat, most miért is értettem a tisztelt, Tamás, nem ez volt a szándéka. Jó, szóval egyébként valóban egyébként 2018, tehát ugye a Covid előtti időkben már közel álltunk ehhez, de tulajdonképpen az elmúlt De valószínűleg vagy mások azt mondták volna, hogy a 90-es években már igen, vagy a rendszerváltást követően, vagy a 2000-es évekre már legalább... Nem. Sajnos. Annak ellenére, hogy az első Orbán kormány ott 2000-2001-ben valami elképesztő, ugye 2,5-szeresére emelte a minimálbéreket, amivel lökést próbált adni, tehát ott volt egy jelentős hullám, tehát akkor megint közeledtünk, de lényegében szinte fél évszázados, tehát az egyfőre eső reálbérben majdnem fél évszázadon keresztül a magyar társadalom az 1978-as szint alatt volt. És ez bármilyen megdöbbentő, azt jelzi, hogy az a szint, amit 1968 és 78 között a magyar társadalom megteremtett, az nem nyugati hitelekből, tehát ez egy végzetesen téves mitológia, amit vicces módon az egymással gyilkos harcot vívő jobb és baloldal, vagy liberális, meg nemzeti oldal
egyaránt hajlamos elfogadni, pedig ez a magyar társadalom valóságos teljesítménye volt, aminek persze megvolt az ára, mert önkifosztással érte el ugye az egészség állapot romlása, ami a 70-es években még, tehát elképesztő önkizsákmányolással érte ezt el a magyar társadalom, de ez valóságos teljesítmény volt, és az oly kitűnő rendszerváltás már a 80-as években valójában, mert jó, szóval ne szétítsük, a 80-as években már teljesen a globális SZDSZ lokális ügynök hálózatának a kezében volt. Én dolgoztam az országos terfiatalban. Ez a három intézmény a Magyar Nemzeti Bank élén Fekete Jánossal, aki soha nem volt elnöke a Magyar Nemzeti Banknak, de valójában a Magyar Nemzeti, ugye ezt Acél Györggyel kapcsolatban mondták, mikor Ilkupának a helyettese volt, ugye miniszter helyettes, és az volt az elnevezése, ugye a budapesti Pestény Négy Nyelv, hogy Acél György Ilkupál miniszter első felettese. Tehát van az így, hogy aki látszólag beosztott, mert helyettes, valójában az a főnök, tehát a pénzügyminisztériumban is, és a Magyar Nemzeti Bankban, amit vicces módon ugye Magyar Nemzeti Banknak hívtak, pedig minden volt, csak magyar, meg nemzeti nem, mert egészen más érdekeket szolgált, és az eladósodás az nem eladósodás volt, hanem egy rendkültudatos eladósítás, és abból a 22 milliárd dollárból, ami az adóságunk volt, 1988 novemberében vallotta be, mert addig szigorú államtitok volt, vallotta be ugye az ifjú miniszterelnök Németh Miklós, abból a 22 milliárd dollárból 1,2 milliárd dollár volt az, amit mi ténylegesen igénybe vettünk, a többi az a felhalmozódott kamatos kamat, illetve az árfolyam veszteség, ami tiszta kifosztás értelemszerűen. Most egy pillanatra még visszatérnék, itt a jegyzeteimben felírtam, hogy ezt ne felejtsük el. A konszolé, tehát ugye a konszolidáció, ahogy mondtam, tehát mindegyikük, Ferenc József is, Horthy is, Kádár is, Orbán Viktor is a rendszerváltás rendszerét próbálta annyi hányattatás után az első. Ezt ki is mondta ott 2010-ben, hogy területi követeléseink vannak, visszaköveteljük a hazánkat, ki is váltott egy nemzetközi sajtótájékoztatón ezzel óriási botrányt, tehát érzékeltetni próbálta azt, hogy ez így tovább, ahogy 90 és 2010 között lezajlott, semmiféleképpen nem mehet. Tehát konszolidációról beszélünk. A konszolé első jelentésében, vagy nem, ugye sokféle jelentése van, azt jelenti, hogy vigasztalás. Tehát ezek az emberek, Ferenc József, Horthy, Kádár és Orbán Viktor, vigasztalni próbálják azt a magyar népet, a magyar nemzet nevű emberi közösséget, amelynek az alapvető helyzetét az elmúlt 150 évben senki nem tudta megoldani. Hogy aztán ezek az emberek, beleértve Orbán Viktort is, magukban mit gondolnak arról, hogy van-e egyáltalán ilyen globális pénzhatalmi rendszer által működtetett világban bármiféle esélye annak, hogy ez a felemelkedés megtörténjen, ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, de egy politikus nem mondhatja azt, érte, mindent mondhat, csak azt nem, hogy gyerekek, a helyzet úgyis teljesen reménytelen, de nem komoly, ugye volt egy ilyen mondás, hogy a helyzet komoly, de nem reménytelen, már inkább ironikusan megfordíthatnánk ezt, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly. Tehát nekik valahogy üzemeltetni kell az üzemeltethetetlen. Mondanék egy adatot ezzel kapcsolatban, az elmúlt 150 évben szinte semmit nem változott ez az adat a térségben, Magyarországon is így van, könnyű megjegyezni, ajánlanám is a figyelmébe a tisztelt rádióhallgatóknak. A felső 5% kezében van a vagyonok 80%-a, és az alsó 80% kezében van a vagyonok 5%-a. És a kettő között kétségtelenül van egy 15%, ez a mondjuk rendszerüzemeltető értelmiség, amelyik látszólag egyensúlyban van, ezt szokták tévesen középosztálynak nevezni, mert ő kb. 15%-át teszi ki, szorongva az alsó 80% és a felső 5% között.
és nagyjából a vagyonokból is 15%-kal rendelkezik. De ez az adat az elmúlt 150 évben, tehát rendszerek jöttek, mentek, de ez az alapvető adat lényegében semmit nem változott. Hogy egy kicsit életszerűbb legyen ennek a végig gondolása, a felső 1% kezében van, ez egészen konkrét adat, nemrég jelentek meg ezzel kapcsolatos friss, hiszem 22-re vonatkozó adatok, tehát a felső 1% kezében van több mint az 1/3 a vagyonnak, míg az alsó, ezt is könnyű megjegyezni, mert a felső 1% kezében van a vagyon 1/3, mondjuk egyszerűsítsük le, és az alsó 1/3 kezében van a vagyon 1%-a. Ami azt jelenti, hogy több mint 1000-szeres különbség van az egyfőre eső vagyonok tekintetében a felső 1%, illetve, és azért ez sem lebecsülendő, szóval azért ott is közel 100 000 ember van ebben a felső 1%-ban, és az ország vagyoni szempontból legrosszabb helyzetű 1/3 között, hát inkább 1500-szoros különbség van, amit valahogy úgy kell elképzelnünk, hogy egy 4-tagú család, aki átlagosan az alsó 1/3-ba tartozik, annak összesen körülbelül mondjuk 5 millió forint a teljes vagyona, ami nyilvánvaló az az ingatlan, amiben lakik 5 millió, még egyszer mondanám, és ha ezt 1500-al beszorozzuk, akkor a felső 1%-ba tartozó átlagos család esetében ez viszont 7 milliárd forint, mármint a család teljes vagyona. Tehát 5 millió forint áll szembe a 7 milliárd forinttal. És ezeket nem azért mondom, hogy itt most demagóg módon valamiféle hatásvadászattal az elmúlt 150 évben ez soha nem változott igazán röhelyes módon. Inflálódott minden, de százalékos arány megmaradt. A legegyenlősítőbb látszól a kommunizmus, hát kommunista diktatúra, meg proletár diktatúra, ahol ugye a munkásosztály kezében van a hatalom, vicces módon a vagyoni eloszlás csak másképpen, hát nyilván másképpen volt, ha úgy tetszik, nem volt nevesítve a vagyon, mert ugye ott minden a nép kezében volt, tehát ugye társadalmi tulajdonban volt, mert az egy politikai kapitalizmus volt, ahol egy politikai részvénytársaság, mert ugye mi a részvénytársaság? Kollektív magántulajdon. Ez látszólag ellentmondás, de hát a részvénytársaság nem más, mint kollektív magántulajdon, tehát ez egy politikai részvénytársaság volt, ahol kétségtelen nem volt konkrétan nevesítve a vagyonelosztása, de a tényleges vagyonfeletti birtoklást nézve tulajdonképpen ugyanez volt a helyzet. És ez az a valami, ami és azért nevezik konszolidációnak, vigasztalásnak az, amikor valamennyire stabil egy rendszer, amikor akad valamilyen koncepció arra vonatkozóan, hogy akár évtizedeken keresztül valaki, valamilyen uralmi csoport, valamilyen, ha úgy tetszik, belső nagy koalíció, mert ugye, ahogy egyszer már erről itt is beszélgettünk, a Fidesz az nem egy politikai párt, hanem egy nemzeti nagy koalícióra tett kísérlet, méghozzá a jelek szerint egyelőre sikeres kísérlet, ezt a 4 egymást követő kétharmadot nézzük, amely legalább egy tucatnyi pártból áll. Csak az igazi művészet, a politika művészete pontosan abban van, egyébként Kádár, az MSZNP is pártok tucatjaiból állt, csak ugye ezeket akkoriban legfeljebb frakcióknak lehetett titkos vagy rejtett frakcióknak lehetett nevezni, mondjuk csak hogy két nevet mondjak, az egyik Fehér Lajos, akinek hát ugye nem nagyon emlékezünk rá, pedig abban, hogy a kádári paraszt politika, tehát ugye a parasztságra vonatkozó, a vidéki Magyarországra vonatkozó alapvető politikai stratégia alapvetően tért el attól, amit a Rákosi korszakban követek, és tulajdonképpen
a Kádár korszak igazi innovációja pontosan abban a meglehetősen persze cinikus jelszóban volt benne, hogy senki nem tudja, nincs az az ávó, amelyik olyan brutálisan ki tudná fosztani a magyar parasztot, mint ő saját magát, hogyha ebben nem nagyon akadályozzuk meg. És Fehér Lajos javaslatára a Kádárék legalább ezt, azt elfogadták, hogy ne nagyon akadályozzuk meg a magyar parasztot abba, hogy saját magát kifossza. A háztáji gazdaságtól kezdve a legkülönbözőbb ilyen félig legális engedékenységek, azok pontosan azt tették lehetővé, és ezért volt annyira sikeres 68 és 78 között a magyar társadalom, legalább a legelemibb szintű anyagi igényeinek a kielégítésében, ami mögött még egyszer mondom, óriási önkizsákmányolás húzódott meg, de akár mondjuk Pozsga Imre nevét is említhetnénk, arra nem feltétlenül kell elfogadni, vagy egyetérteni azzal, amit ezek az emberek törekedtek, de azért a, nem csak a végjátékban, tehát a 80-as években, hanem már a 60-as, 70-es években is voltak jelei annak, akár az úgynevezett reformmal, ugye a 68-as reformmal kapcsolatban is, hogy az MSZNP görcsösen törekedett arra a látszatra, hogy ő egy párt, pedig valójában nagyon is sok pártból állt, ennek pandantjaként, ahogy hibásan a francia szóval szokták mondani, a rendszerváltás rendszere meg görcsösen törekszik arra több mint 30 éve annak a látszatnak a fenntartására, hogy több párt, miközben bizonyos értelemben csak egy párt lehet abban az értelemben, hogy a globális pénzhatalmi rendszerrel szemben legfeljebb árnyalatbeli különbségek, ne becsüljük le az árnyalatbeli különbségeket is, mert Orbán Viktor példátlan sikere az elmúlt 14 évben pontosan arra vezethető vissza, hogy legalább van valami koncepciója arra, hogy ezt a Mária Terézia által megfogalmazott bombót, hogy etetni is kell a birkát, hogyha nyírni akarjuk, ezt valamilyen módon érvényesítse. Látjuk is, hogy milyen elképesztő konfliktusokkal jár mindent. Tehát summa-summarum összefoglalva, és visszaadom a szót, a Magyar Péter jelenség és ehhez hasonló jelenségek egyfelől valóban azért lehetnek sikeresek, tehát megvan ennek a talapzata a magyar társadalomban, mert a magyar társadalom most is vigasztalásra szorul. Orbán Viktor egyébként, tehát az ismétlődő kétharmadok azért ezt elég egyértelműen jelzik, eddig sikeresen tudott működtetni egy lokális nagy koalíciót, ezt hívják Fidesznek, amelyik egy lokális nagy koalíció, és különösen Donald Trump-al fennálló kapcsolata jelzi a legpontosabban, hogy létre tudott hozni, bármilyen megdöbbentő, egy globális nagy koalíciót is emögé, mert a nyíltan nem szívesen színre lépő, de rendkívül elégedetlen, és valljuk be, joggal elégedetlen német globális nagytőke is valamilyen értelembe véve Orbán Viktorban látja, ezt nyíltan soha nem fogja kimondani, de azért Orbán Viktor tartós uralkodásának rendkívül fontos alappillére globális hatalmi értelemben az, hogy a német nagytőke döntő többsége egyedül őt tartja alkalmasnak arra, hogy Európa számára valóságos koncepciót fogalmazzon meg, enélkül Orbán Viktor elmúlt 14 éve, nem akarom ezzel kisebbíteni az ő képességeit, tehetségét, jelentőségét, de enélkül a pillér nélkül elképzelhetetlen lett volna, tehát a német globális nagytőke. Donald Trump nem önmagában csak egy jelenség, ő igazából az amerikai globális tőke struktúráknak egy olyan részét képviseli, amelyik szintén elégedetlen az amerikai birodalommal. Része az amerikai birodalomnak, és az elmúlt évtizedekben többnyire megkötötte a saját alkuját a birodalmi szuperelitekkel, de az utóbbi évtizedben egyre határozottabban szembefordul ezzel. Tehát van egy belső elégedetlenség az amerikai globális birodalomban is, és ez részben nem csak gazdasági jellegű, hanem értéki jellegű is. Tehát a hagyományhoz, a keresztény hagyományhoz, a normalitáshoz, tehát a genderben,
a gender, a klíma, a migráció és egyéb kérdésekben, ott is ki ez a CPEC, ugye, meg Orbán Viktor fellépése részben itt a Magyarországon tartott rendezvényeken is, meg Amerikában is, ez azt jelzi, hogy van egy ilyen második pillére is Orbán Viktor, nevezzük így, globális nagy koalíciójának, és hát ezt a legnehezebb megnevezni, Kissinger ugye több mint 100 évesen elhunyt, de Orbán Viktornak azért itt is van valamiféle szövetségese, mert, és ezt csak itt tudom talán ábrázolni, mert nincsenek megfelelő szalonképes fogalmak ennek a leírására, de Soros György és Henry Kissinger hát nem egészen ugyanazt képviselték világhatalmilag, és amit Henry Kissinger még utolsó éveiben is megfogalmazott, ahogy mondta is, hogy hogyha felhívnám Pekinget, biztos felvennék a telefont, és nem csak felvették, hanem el is ment oda, 100 évesen is, és a kínai elnök legjobb barátjaként fogadta, és biztos vagyok benne, hogyha ebben a 100 éves kora, meg az elhunyta nem akadályozta volna meg, akkor Moszkvát is felhívta volna, és ott is örömmel fogadták volna ugyanúgy. Ez a szárnya ennek a globális hatalmi faktornak, hát azért inkább hajlamos azt a megközelítést elfogadni, amit Orbán Viktor képvisel. Ezért csak azt próbálom jelezni, hogy ahogy Ferenc József, Horthy Miklós és Kádár rendszere is konszolidációra tett kísérlete is megbukott, sőt, világháborús pusztítás jött utána, most is fennáll a fenyegetés arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor negyedik konszolidációs kísérletét az elmúlt 160 évben is egy kvázi harmadik világháború és bukás fogja befejezetté nyilvánítani. Ez most a elnézést a talán nyíltabb fogalmazásért. Most mi nagyon élvezzük szerintem. Jobban szoktam szóval sikeresebben szoktam csomagolni a... Cizellátabban szokta elmondani, igen, de élvezzük szerintem. Jó, akkor itt valóban, és elnézést kérek ezért a kicsit hosszúra nyúlt, többszörösen összetett mondatért, de a Magyar Péter jelenség mögött van sajnos a magyar társadalom belső szerkezetében is egy vigasztalanság és csodavárás értelemszerűen, mert 150 éve nem sikerül rengeteg kérdést megoldani, annak ellenére, hogy tehát, ahogy mondtam, az elmúlt 14 évben Orbán Viktor először tett igazán sikeres kísérletet, mármint a rendszerváltás rendszerében arra, hogy egy lokális nagy koalícióval és egy ilyen globális nagy koalícióval legalább a kifosztásunknak az eddig követett szintjét próbálja mérsékelni, de most megint kvázi harmadik világháborús fenyegetés, tehát a külső globális nagy koalíciója is állandó támadás alatt áll, és a belső nagy koalíciója is értelemszerűen, mert ezek a diverzáns akciók valójában már a kegyelmi botrány, ugye a köztársaság elnökasszony lemondása is egy ilyen diverzáns akció volt, ez is a Magyar Péter jelenség, és nem lehet kétségünk afelől, hogy számos ilyen lesz, mert a világot ténylegesen irányító globális hatalmi rendszeren belül az az uralmi csoport van egyelőre domináns helyzetben, amely ezeket a törekvéseket, amelyekkel Orbán Viktor európai szintéren is, meg ebben a köztes Európában és benne a magyar társadalomban is próbálna valami normális egyensúlyt, még egyszer hivatkozva, hogy a Mária Terézia féle bombóra érvényesíteni, és hát ezt próbálják romba dönteni. Ezek az erők ma elsősorban az amerikai birodalom, az amerikai világbirodalom legfelsőbb szintjén hát határozzák meg a stratégiát, és ez a stratégia azért háború stratégia, mert maga az amerikai világbirodalom is nagy bajban van, ahogy számos alkalommal beszéltünk már itt
rajta, ha egy világ vagy erről, ha a világbirodalom, egy világbirodalom eljut abba a helyzetbe, ahová az amerikai birodalom, ezt tudom, nagyon sokszor elmondtam, és talán már unják és a tisztelt rádióhallgató, meg a tévénézők ott is elmondtam, pedig mindenkinek ajánlom ezt a US Death Clock Real Time nevű oldalnak a meglátogatását, ahol... Egyszer meg is néztük ugye adásban. Hát persze, így van, ahol Amerika, tehát pillanatról pillanatra, sőt másodpercek töredéke, mert olyan gyorsan pörög, ugye $1 az 100 másodperc alatt, amivel növekszik az adósság, és csökken a nemzeti vagyon. És ma már óriási különbség, egy évnyi GDP, tehát 27-28 ezer milliárd dollár különbség van, vagyis 27-28 ezer milliárd dollárral nagyobb az Amerikával szembeni követelés, összes követelés kielégítette. Tehát 34-54-47-425-726-56-53, de hogy igen, itt pörög, és hogy ez 102.746 dollár ebben a pillanatban minden amerikai emberre jutó adósság. Erre valamilyen választ kell adni, és kétféle válasz van, vagy a háborús válasz, tehát azt mondja a birodalom, hogy nem érdekel, bármilyen áron ezt akkor is kipréselem a világból, mert életben akarok maradni. Tehát van egy destruktív megoldás, hogy nem érdekel semmi és senki, mindent szétrombolok, mindenkit elpusztítok, aki nem hajlandó engem szolgálni, és hát volna, legalábbis reménykedjünk benne, hogy van azért egy konstruktív megoldás is, amelyik tudomásul veszi, mert ugyan miből alakul ki a deficit, és a deficitek nyomán az eladósodás, ugyan mi másból, mint abból, hogy a birodalom túlköltekezik. Tehát a birodalmi hatalmi elitek olyan kötelezettségek, például a katonai kiadásokkal, amelyek önmagukban véve most már lassan 1000 milliárd dollár, ténylegesen 1000 milliárd dollár körül van, ráadásul az adóság most már 1200 milliárd dollár csak az adóságokért fizetendő kamat. Tehát az lesz a hadi kiadás, a katonai kiadás, meg a gigantikus adóságokért fizetendő kamatok teszik ki az amerikai költségvetés két legjelentősebb tény vagy jelenték az amerikai költségvetési kiadások legfőbb tényezőjét. És ezt a nemzetállam Amerikának kell állnia, míg a globális hatalmi rendszer hozadéka, amit kiprésel a világból, az a legnagyobb amerikai bankokhoz és transznacionális vállalatokhoz került. Tehát ráadásul egy iszonyú feszültség is van, mert mindaz, ami deficit, azt a nemzetállami talapzatra terheli rá, ez a logika, mert ugye csak egy költségvetés van, tehát ami kiadás, az a nemzetállam Amerikát terheli, viszont ami birodalmi bevétel, annak a döntő többsége nem a nemzetállam Amerikához kerül, hanem a legnagyobb pénzhatalmi rendszer, meg a globális, transznacionális, óriás vállalatok, tehát ugye a Magic Seven, a három A, tehát a Alphabet, ami ugye a Google, az Amazon, meg az Apple, amelyek már lassan nem is 2000 milliárd dollár, hanem 3000 milliárd dollár értékűek, tehát ott halmozódik fel a globális hatalomgazdasági bevétel, a cehet viszont a nemzetállam Amerikának kell állni. Ez is egy olyan óriási feszültség, amire valamilyen válasz kell, és egyelőre a birodalmi elitek ezt csak úgy tudják elképzelni, hogy a világból préselik ki. Tudjon róla a magyar társadalom, hogy az a körülbelül 17 milliárd dollár, ami az inflációs hullámmal többletkiadás a magyar társadalom számára. Tehát körülbelül 17 milliárd dollár az, amit ebben a három évben, amikor ez az inflációs hullám végigvonul, többletkiadásként a semmire a magyar társadalomból kipréseltek, pontosabban nem a semmire, ezt a pénzt, ami világméretekben körülbelül 3000 milliárd dollár, mert ez a mesterségesen keltett inflációs hullám nyilván mindenkit érintett, a magyar társadalomból 17 milliárd dollárt préseltek ki. Ez azért kellett, mert a birodalmi elitek attól tartottak, hogyha ezt az inflációs hullámot nem indítják el, akkor kipukkad a lufi, mármint a részvény lufi.
tudnélik, az amerikai részvénypiacok értéke 3,5-szer gyorsabban emelkedett az elmúlt mondjuk 5 év során, mint a tényleges gazdasági teljesítmény. Ami azt jelenti, hogy a döntő többsége, tehát kb. 80%-a ennek a részvényárfolyam növekedésnek az levegő, tehát az egy lufi. És ha ez a lufi kipukkadt volna, akkor ezt a 3000 milliárd dollárt, ezt az amerikai felső középosztály szenvedte volna el, és ha ő elszenvedi, mivel ő elég konfliktusképes, akkor bizony a birodalmi elitek nagy bajba kerültek volna. Ezért inkább azt az elegáns megoldást választották, hogy egy mesterségesen elindított inflációs hullámmal, amit egyébként segített a háború. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezen érdemes elgondolkodni, hogy azt a logikát értjük, hogy gyerekek, háború van, és ezért sajnos el kell viselnünk a magasabb inflációt. És mi van akkor, hogyha, magasabb inflációt kell csinálnom, ezért nézzük már, hogy hol robbanthatnánk ki egy jó kis háborút annak érdekében, hogy ürügyként arra tudjunk hivatkozni, hogy azért nő az infláció, mert hogy háború van. Érdemes megnézni, mikor ez 2000 körül készült, ez a Farok csóválja kutyát Robert De Niroval, ahol ez szóról szóra megtörtént, hogy a szegény Orbánok hogy belekeveredtek. Így el kellene leplezni, el kellene fedni valamit, ezért robbantsunk már ki valami látványos háborút valahol, vagy történjen már valami, hogy az legyen a cover story, miközben le tudjuk játszani azt, amit ténylegesen szükségünk van. Tehát is a válaszom a Magyar Péter jelenségre. Ott van a magyar társadalom vigasztalhatatlansága, vagy 150 éve húzódó vigasztalansága, amit Orbán Viktor eddig a legsikeresebb abban történelmileg, hogy legalább felismeri ezt, és valamit, amennyit a beszorított helyzetben lehet, próbál ezen változtatni, ezzel a nemzeti nagykoalícióval, meg részben globális nagykoalícióval, de ezzel együtt is benne van a feszültség, tehát van valóságos feszültség, elégedetlenség, szomorúság, vigasztalanság, hát különösen az egyharmad esetében, ahogy ezen adott kapcsán beszéltünk róla, és nyilván részben ezt kihasználva van egy folyamatos destruktív szándék arra vonatkozóan, hogy újra és újra robbantsunk ki olyan folyamatokat, amelyek romba dönthetik ezt az elmúlt 14 évben alapvetően mégiscsak sikeres kísérletet, és Magyar Péter ennek az eszköze és terméke. Hogy ő mennyire van tisztában ezzel, azt valószínű soha nem fogjuk megtudni. Én azt gyanítom, hogy nem igazán érti, de ahogy elnézem, és nem akarom nagyon megbántani, nem is igazán érdekli őt kizárólag csak ezzel együtt is én inkább lehet, hogy rossz jósnak bizonyulok, de ezt egy megalapozatlan és hihetetlenül látványos, de nagyjából ugyanilyen látványosan összeomló kísérletnek gondolok, de nem kell félteni a globális konstruktőröket, mert akkor majd találnak rövidesen valami mást, amivel mint eszközzel vagy termékkel továbbra is lehet destabilizálni ezt a Baltikumtól a Balkánig tartó, hát nagyon sokat szenvedett térséget, amelynek országai sajnos ebben a harmadik világháborús, vagy ezen a harmadik világháborús nyomás alatt, hát ma megint nem igazán adekvát, hogy finoman fogalmazzak, nem igazán adekvát döntéseket hoznak, amire sajnos az elmúlt 150 évben számos példa volt már, meg is lett a következménye. Azért is van, nem csak Magyarország, hanem az egész térség ilyen iszonyú történelmi nyomás alatt.
Hú, hát annyi kérdésem lenne, hogy az még egy műsort kimerítene, de egyet feltennék. Már lassan egy órája beszélgetünk, de ezt nem hagyom nyitva, és akkor lehet, hogy még majd visszatérnék a későbbi adásokban másra is, de ugye mondta Ferenc Józsefet, Horthy Miklóst, Kádár Jánost, illetve Orbán Viktort, akik azért valamelyest megpróbáltak szembe menni a pénzvilágnak az uraival. És ugye azt látjuk, hogy a négy vezető az négy karakterében, ideológiájában, világ nézetében teljesen más vezető, teljesen más történelmi helyzetben. És itt merül fel bennem az a kérdés, hogy lehet-e Orbán Viktor után élet, akár egy teljesen más nemzetben, teljesen más erkölcsi rendszerben, és akár teljesen más világnézetben gondolkodó ember esetén, aki viszont szintén felismeri Magyarországnak a helyzetét, a magyar népléleknek a rezdüléseit, és azt mondja, hogy akkor mi is menjünk szembe. Nagyon leegyszerűsítve a kérdés, lehet-e például egy Gyurcsány Ferenc féle karakterből is olyan, aki akár a négyes fogadból egy ötödik ilyen ember lesz, és Gyurcsány Ferencnél ugye láttuk már, hogy mit csinál, de mondjuk, tehát nem rá gondolok, hanem akinek mondjuk olyan a világnézete, ideológiája, világképe, stb. Én ilyenkor mindig azokra maximákra szoktam gondolni, ezt nem feltétlenül egy erdélyi fejedelemhez, hanem lehet kötni, hanem az egyik kétségtelen gyakran használta is ezt, de az erdélyi fejedelmek híres krédója volt az, hogy nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. Ezt mondjuk Kossuth Lajos úgy fogalmazta meg, hogy a politika az exigenciák művészete, amit talán ebben az esetben a kényszerekként lehetne fogalmazni. Tehát valójában mindig van egy kényszer, egy országot vezető, az országot meghatározó politikus, ami ugye a magyar politikai rendszerben most a miniszterelnök, számára szóval valójában egy satú helyzetbe lép be. A satú egyik pofája, ugye satú pofának mondják a két oldalt, értelemszerűen a globális hatalmi rendszer. Tehát most nagyon nyersen fogalmazva, Magyarországon a hatalom nem Magyarországon van, ma sem. Tehát a szuverenitás egy illúzió, értelemszerűen egy szép illúzió, amit persze kell hangoztatni, meg úgy lelkileg azért ad valamiféle energiát, hogyha el is hiszük, de egy mitológia, nem lebecsülve egyébként a mitoszoknak az erejét. Ebben a globális hatalmi rendszerben a szuverenitás csak egy szép idea, de értelemszerűen brutális függések határozzák meg a globális hatalmi rendszerben való szerepünket. A másik oldalon meg ott van az a nép, amely itt mondjuk Magyarország esetében nagyjából 500 éve halmozódnak a megoldatlan társadalmi, gazdasági, anyagi, fizikai, a fizikai test, lásd népesedési válság, a lelki, erkölcsi, szellemi feszültségek, tehát azok a évszázadok óta megoldatlan anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi feszültségek, amelyekre valamilyen megoldás kellene, de a globális hatalmi rendszer anyagi értelemben is, tehát a satupofa másik ága, ez már egy kicsit ilyen képzavaros, de talán érthető a logikája, elszívja azokat az erőforrásokat, amelyek segíthetnének abban, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy ezeket az évszázadok óta húzódó, megoldatlan kérdéseket legalább szépen, szisztematikusan valahogy megpróbáljuk feloldani. Tehát minden történelmi helyzetben az lehet ilyen konszolidátor, vigasztaló, mert a konszolé, igen, egyik jelentése, talán éppen az első, az a vigasztalás, amiben van azért egy kis áthallás, hogy nem megoldom a problémádat, hanem megvigasztallak, megsimogatlak, megnyugtatlak, hogy érezd, hogy én mindent igyekszem megtenni annak érdekében, hogy jó, most még azért nincs elég erőforrás, de majd, hogyha szépen, nyugodtan, békésen élünk, akkor majd lesz, és akkor majd megoldjuk ezeket. Hát így lehet körülbelül konszolidálni, mert megoldás sajnos az elmúlt 160 évben nem volt
csak, és ilyen körülmények között, tehát ebben a sató helyzetben nem is lehet. Mindig azt tud évtizedes, több évtizeden keresztül fennálló uralmi, viszonylag stabil uralmi rendszer, mint ezek a személyek létrehozni, aki felismeri ezeket az exigenciákat, tehát ezeket a kényszereket, ezeket a nyomásokat, vagy mondjuk akkor Bibó István, tehát ez egy az erdélyi fejedelmek, hogy nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. Ez az egyik megfogalmazása, de tulajdonképpen Bibó István is ezt mondja, hogy az egyik oldalon van a túlfeszült lényeglátás, amivel nem sokra megyünk, mert hiába mondjuk ki ezt a drámai lényeget, azzal önmagában még nem tettünk semmit a megoldásért. A másik véglet meg a cinikus hamis realista, amelyik azt mondja, hogy Csórikám, hagyjad már, nem ez az érdekes, úgy sincs ennek megoldása, úgy kell tenni, mintha megoldanánk, azt jó napot. Tehát az a cinikus gátlástalan másik fél, és a kettő között, mondja Bibó István, a lényeglátó realista karakterének kellene felépülnie ahhoz, hogy elemi szinten összetartható legyen mindaz, amit esetünkben magyar társadalomnak neveznek. És akárhogy is nézzük, az elmúlt évszázadokban az erdélyi fejedelmek, és most ez furcsán fog, jó, hát első helyen mindenképpen Hunyadi János kell említeni, mert ő volt valójában az, aki ezt a satú helyzetet először élte át, és volt is elképzelése egészen bizonyosan arra, hogy ezt hogy lehetne üzemeltetni az üzemeltethetetlen, csak sajnos korai halála, az idősebb fiának a még sokkal koraibb halála, és valójában a nagy királyjá lett kisebbik fiának is viszonylag korai halála, ahol nem tudott beteljesíteni nagyon sok mindent ebből a stratégiából. A hunyadiakat megakadályozta abban, hogy ezt a konszolidációt tartóssá tudják tenni. Valószínű, ugye ez mi lett volna, ha nagyon a historikus, de tényleg mi lett volna, ha mindegyik Hunyadi legalább 70 éves koráig él. Nagyon izgalmas lenne végig gondolni, hogy Magyarország egész történelme alakulhatott volna másféleképpen, mert hihetetlen szellemi energia volt abban. Aztán az erdélyi fejedelmek, és hát a utóbbi időben meg ezek az emberek, és most Orbán Viktor is valójában erre tesz kísérletet. Nyilván lesz utána is, hát Orbán Viktor sem, mint magánszemély sem fog örökké élni, meg értelemszerűen egyik rendszer sem létezhet örökké, tehát egyszer majd ez is véget ér. Sajnos az előzőek azok hát elég szomorú véget értek, és óriási háborús pusztítás jött utána, és sajnos a fenyegetése ennek most is fennáll, de rendszert, tehát konszolidált rendszert évtizedeken keresztül kizárólag csak azt tud működtetni, aki ezt a logikát, tehát az erdélyi fejedelmek logikáját, illetve a lényeglátó realizmus logikáját az adott körülmények között képes kialakítani. Hogy ehhez milyen személyes képességek szükségesek, azt inkább társadalom lélektanilag kellene elemezni. Van erre vonatkozó elképzelésben, de az most már nagyon kivezetne a képből, meg azt hiszem minden létező határon túlnyúlik most már időben ez a beszélgetésünk, de hát azért reménykedem benne, ha most egy kicsit az átlagosnál is bőbeszédűbb voltam is, de talán lesz esély valahogy a folytatására mindennek. Mindenképp, abszolút, most számos téma megfogalmazódott bennem is. Hát minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta nekünk, és hát fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Bogár Lászlóval beszélgettünk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a figyelmet.